Az egész világ megismerte ezt a dalt 2005-ben magyarul és angolul egyaránt. A 2002-ben alakult magyar népzenét népszerűsítő Nox Kijevben képviselte ezzel hazánkat az Eurovíziós Dalfesztiválon. Számos zenei elismerés és 7 lemez után 2009-ben az együttes Nyíregyházán adta búcsú koncertjét. 13 évig külön utakon jártak, de 2022-ben visszatértek. Megjelent a Phoenix album, hisz ahogy a dalban is szól, van még ragyogás. Sokkal több. De talán még 200%-kal több, mint ami régen volt. Sokkal szabadabb, sokkal több töltet került bele, én úgy gondolom, azzal az elmúlt több mint 10 évvel, ami tapasztalat ért mind a kettőnket. Szülők lettünk, megértük a mélységeket, magasságokat, nagyon sok minden. Nekem végtelenül sok mondani valóm lett, régen annyira nem beszéltem a színpadon, most meg be se lehet fogni a számot, annyit beszélek, sokszor már a zenekar, így hátra nézek, és így ásítoznak, hogy lehetne, de közben meg annyira vevő rá a közönség, és annyira szeretik, és annyira meg szokták köszönni azokat a dolgokat, amiket így próbálok így az életemből, meg így mindenből átadni nekik. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy sokkal komplexebb lett és kerekebb. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a zenekar azóta is sikert sikerre halmoz. Teltházas koncerteket adnak országszerte, és energiájuk töretlen. Mint mondják, ez annak is köszönhető, hogy összetartó csapatként működnek. Az a több mint 50 fős stáb, aki koncertről koncertre együtt dolgozik, az elmúlt évek alatt igazi családdá kovácsolódott. Azt gondolom, hogy én erre egy szót mondanék, hogy megérett ez a csapat mindenre, amit most itt láttatok. Tehát, hogy egyébként is kellett ez a 10-13 év külön, úgyhogy megérett abszolút. A Nox már gőzerővel készül, hiszen 2025 tavaszán egy igazán látványos és vadonatúj műsort láthat majd a közönség Budapesten az MBM Domban. Addig pedig a vidéki turné állomásain találkozhatnak a rajongók Szilvivel és Tomival.